Ugorja képbe! Sok olyan művész volt, aki nagyon kedvelte az önarckép műfaját, ők egész életükben festették saját magukat, mint egy vizuális naplóként tekintve erre a műfajra. Vannak átlagos önarcképek, vannak kimagasló önarcképek, és vannak nagyon különösek is. Amikor először pillantunk erre a festményre, talán fel sem tűnik, hogy egy önarcképről van szó. Azonban, hogyha belehelyezzük az egész életmű közegébe, akkor teljesen egyértelművé válik. A kép, amit választottam, Vajda Lajos felmutató ikonos önarcképe. A cím utólagos, nem a művésztől származik, Vajda Lajos általában nem adott címeket, és nyilván egy rövid leírás tulajdonképpen, hogy meg tudjuk különböztetni ezt a művet a művész többi ikonos jellegű képétől és a többi önarcképétől. A képet az úgynevezett ikonos korszak kiemelkedő darabjaként tartják számon. 1935 után érződött egyre erősebben Vajda Lajos festészetén az ikonok hatása. A kép készülésekor 28 éves volt. Nagyon érdekes a technika, mert szenet is használt, illetve pasztelkrétát, papírra készült a mű, és jelenleg külföldi magántulajdonban van. Mutatok ebből a korszakból még néhány ilyen ikonos jellegű képet. Ennek az a címe, hogy ikonos önarckép. Ez a liliomos önarckép. Ez pedig a fekete önarckép. Vajda Lajos nem csak festett, hanem rajzolt is számos önarcképet, ezek többsége erősen stilizált, mélyen szimbolikus tartalmú, sokszor jelszerű. A felmutató ikonos önarckép, mintha Vajda egész arckép festészetének a szintézise lenne. Az biztos, hogy 1936-37 körül Vajdát rendkívül intenzíven foglalkoztatta az önarckép, mint műfaj, és hát meg kell jegyeznünk, hogy ez a műfaj valhat magáról a művészről is valami nagyon személyeset az ő érzelmeiről, vagy az ő arszpoétikájáról. De van egy másik lehetőség is, hogy az önarcképen keresztül ki akarja fejezni mindazt, amit az általános emberi jellegről, az emberi sorsról, az emberi lélekről gondol. Azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy miért nevezzük ikonosnak ezt az önarcképet, hiszen látványosan az áldó Krisztus ábrázoláshoz kapcsolódik. Ez egy viszonylag korai ikon, ez a sínai Krisztus ikon, erről már van egy videó, úgyhogy akit ez jobban érdekel, az nézzen ott utána. Ez pedig egy 18. századi szerb ikon, éppenséggel ez pont nem Szentendrén van, de a szentendrei szerb templomokban körülbelül ilyen stílusú ikonokat láthatott Vajda Lajos. A kép sárgásan aranyló alapja egyértelműen az ikonok arany hátterére utal. A háttér előtt egy nagyon összetett figura áll, hogyha alaposan megnézzük, akkor legalább három részét meg tudjuk különböztetni. Egyrészt van egy arc, ami viszonylag felismerhető egyedi vonásokkal rendelkező személyes portré. Ezt az arcot háromnegyed profilba beállítva látjuk. De erre rávetül két másik árny. Az egyik egy ilyen gömbfejszerű, tehát egy aurás ikon alakra utaló sziluett, ez teljesen személytelen, univerzális, talán isteni jellegű, és van egy halványan derengő, világos folt a bal oldalon.
egymásra rétegződő, egymásba olvadó struktúráról van szó. Tudjuk, hogy Vajda Lajos erősen érdeklődött a fotó és a film iránt, és így joggal feltételezhetjük, hogy hatással volt rá a szürrealista fotográfia, ahol nagyon is gyakori volt az egymásra exponált kompozíció. Itt például Merénynek egy női portréját látjuk. A képnek elég nagy részét foglalja el, ráadásul itt az előtérben a kéz. Ez felelne meg, ugyebár a Krisztus ikonokon az áldó kéznek, azonban áldás helyett itt sokkal inkább intésre utal ez a mozdulat, a kéz formátlan, eltorzult, mintha csak egy árnyék lenne. És pont emiatt, mivel ilyen sötét és torz, van benne valami fenyegető, egyszer s mint valami tétova és bizonytalan. Mintha ez a személy úgy érezné, hogy ő nem méltó arra, hogy áldást adjon, csupán óvatosan és szelíden figyelmeztet minket valamire. Itt megfigyelhetjük, hogy az ikonokon hogyan is néz ki ez az áldókéz. Nagyon szűk az a színvilág, amit használ. Ekkoriban írta egy levelében a feleségének a következőket. Egészen kevés színnel festek, vörösokker, égetett, háromféle fekete, venyigecsont és elefántfekete, cinksárga, indigó, körülbelül ezek most a kedvenc színeim. Bár a pasztelszínek általában derűsek szoktak lenni, itt egy picit sötét, picit árnyasabb ez a színvilág. Sűrű pontokból és vonalkákból szövi ezt az összetett figurát, és ezeknek a pettyeknek és vonalaknak a vibrálása egyfajta páráló, lebegő hatást kelt, minthogyha nyugodt, csendes légzést idézne. Mivel Vajda Lajos az év nagy részében Szentendrén tartózkodott, csak télen lakott Budapesten, így egyértelmű, hogy a szentendrei szerb templomokban találkozott ezekkel a Krisztus ikonokkal. Vajda nem követett semmiféle dogmatikus vallást, de nagyon megérintette őt az ikonfestészet, sőt, ebben a korszakában, ahogy felesége elmondja, még a saját képeit is egy kicsit ilyen ikonosztásszerűen helyezte a falon egymás mellé. Szentendre ekkor egy pezsgő, művészeti életű város volt, a Szentendrei Művésztelep 1928-ban alakult meg, és bár ennek nem volt tagja Vajda Lajos, de őt is a Szentendrei Művészethez soroljuk, mint a telepen kívüli, nagyon jelentős alkotóját. Ezt az is jelzi, hogy amikor 1969-ben megalakult a Szentendrei új művésztelep, ekkor a legfiatalabb, legprogresszívebb művészek egy stúdiót is létrehoztak, és ezt Vajda Lajos stúdiónak nevezték, ami a 70-es, 80-as évek egyik legfontosabb alternatív művészeti csoportosulása volt. Azzal, hogy Vajda Lajos az ikonokból merít inspirációt, egyben tágabban az általános emberi művészeti hagyományra is utal, amelyet feldolgoz és tovább visz. Mándi Stefánia úgy fogalmazott, hogy azzal, hogy Vajda Lajos a saját vonásait az ikonok fenkölt mozdulatú sziluettjével egyesítette, egy mindenfajta barbárság ellen tiltakozó tiszta szellemű humanitás jelképét teremtette meg. Most, hogy már láttuk a festményeken, itt az ideje, hogy egy fotót is mutassak Vajda Lajosról. Elképesztően tehetséges, érzékeny és tragikusan fiatalon elhunyt művészről van szó. Kapcsolatban volt a Kassák-körrel, járt Párizsban, itt hatott rá a szürrealizmus, érdekelte a népi kultúra és gyűjtögette a Szentendre és Szentendre környéki népi tárgyakat, érdekelte a konstruktivizmus,
Szentendre és környéken Kornis Dezsővel dolgozott együtt, és mind a ketten azt vallották, hogy igazán korszerű művészet csak szerves tradíciók alapján teremthető meg, és ez egyben magyarázza azt is, hogy az ikonok iránti érzékenysége miért volt ennyire intenzív. Utolsó alkotói korszakában már nem ábrázoló, nonfiguratív szörnyképeket festett. 1940-ben munkaszolgálatra vitték, és itt a nélkülözés következtében egyre súlyosbodott, amúgy is gyenge egészségi állapota. 1941-ben 33 évesen halt meg tüdőbetegség következtében. Ez mindenképp a lelki mélységet megmutató önarckép. A költészetben Adit és József Attilát szokták idézni ennek kapcsán. Vannak olyan művészettörténészek, akik úgy elemzik, hogy itt valójában úgy értelmezhető a három alak, hogy az egyik a saját arca, a másik Krisztus arca, a harmadik pedig a világegyetem szelleméjé. A képen mindenképp egyfajta rétegzettség figyelhető meg, illetve különböző szembenállások, a test és az árnyék, az élet és a halál, az egyedi és az általános, az esendő és a tökéletes. Pataki Gábor művészettörténész egy nagyon érdekes párhuzamot hoz fel ehhez a képhez, mégpedig Max Picard svájci filozófusnak az Emberi arc című könyvéből. Minden arc érzi, hogy még nincs készen, hogy be kell fejeződnie, és előtte van egy másik arc, melynek alapján kell formálódnia. Ez a vezető arc. Minden emberi arc előtt láthatatlanul lebeg valami, egy másik arc, ami mindenben, formában, kifejezésben és mozgásban egyaránt tökéletes. Nem bizonyítható, hogy Vajda Lajos olvasta Max Picard könyvét, de hallhatott róla. A filozófiai vonatkozásokon kívül még számos, nagyon mély teológiai és pszichológiai gondolat és elmélet is állhat a kép hátterébe, ezekben most nem megyek bele. Esetleg idézném még Berdyájevet, aki arról beszél, hogy az ember Istenhez hasonlatos, szellemi életét a bűnbeesés nem pusztította el, csak megsértette, és az emberben lévő istenkép elhomályosult. Azt gondolom, hogy amikor egy Krisztus ábrázolásról és egy ember ábrázolásról van szó, amelyek egymásra vetülnek, akkor biztos, hogy benne van a képben ez az ember istenképűségének és az ember Istennel kapcsolatának a kérdése. Tudjuk, hogy az ikon nagyon távol áll a hétköznapi pillanatszerű ábrázolástól. Mindig örökké való állapotot jelenít meg, a szentek időtlen, üdvözült állapotát. Egy élő ember esetében azonban, aki még nem a mennyei tökéletesség állapotában van, nyilván egy belső elemzést igényel, és lényének különböző síkjait próbálja megmutatni, a testi és a lelki vonatkozásait, az árnyasabb, szorongóbb, borulátóbb lélek részét, és a bízni tudó, világos, romlatlan, tiszta lényét is. Két rövid levél idézet arra utal, hogy Vajda Lajos fejében hasonló gondolatok forogtak, amikor ezt a képét festette. A dolgoknak a titkos, elvont lényegét akarom kibontani, de mindig a konkrétból, a valóból kiindulva keresem a dolgok ősformáit. Persze ez az örök is mulandó, mint minden más, mint az élet. Csak a lélek az marad, és nem hervad el sohasem. A 30-as évek végén Vajda Lajos festészetében az ikonos képeket felváltják
a szörny maszkok. Ez nyilván szoros összefüggésben volt a politikai, történelmi változások aggasztó előszelének az érzetével. Utolsó művészi korszaka félelmetes, látnoki és profétikus. Nagyon régóta kedvelem Vajda Lajosnak ezt a képét, mert azt hiszem, hogy igazán tanulságos és érdekes önismereti feladat belegondolni abba, hogy rólunk vajon milyen ikon készülhetne. Szembe tudunk-e nézni mindazzal, ami bennünk töredékes és tökéletlen? És meg tudjuk-e látni azt, ami viszont a tökéletes és változatlan őskép, azt a részünket, ami Isten közelében van? Azt hiszem, Vajda képe mindenkit erre tanít. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Iratkozz fel, kövesd a csatornát, és nézd meg, hát ha van még a régi videók között olyan, amit még nem láttál.